Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Itt feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Elnézéseteket szeretném kérni, ha a háttérben kicsit hangos, mert olyan vihar, olyan szeles idő van most nálunk, úgyhogy hallható valószínű a háttérben, de azért remélem, hogy az is hallható, amit én itt közlök veletek. Először megnézzük az ő gondolatait, ami középen van itt felül és alul. Itt a hold látható. A hold az jelképezi az anyukáját, az anyai érzelmeket, de jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket is, sőt az álmai itt is megjelennek. Itt felül megjelenik ő, mint egy király, és uralkodik a föld eleme felett. Érdekes, mert itt álmokról, elképzelésekről van szó, és itt az érem jelenti a föld elemét, ezek az álmok megvalósíthatók. Amit a kép még jelent, ezek az anyagiak, az értékek, vagy a munkahely, és a munkahelyén is megjelenik, mint egy király, és elfoglalja a helyét. Elvárja azt, hogy megkapja az elismerést. És az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Valaki átnyújtja számára ezt az érmét. Ez lehet nyereség, ez lehet egy munkahelyi ajánlat. Az is lehet, hogy ő veszi kezébe az érmét, és tisztában van a saját értékeivel. Ezért is jelenik itt meg, mint egy király. Megvan a büszke, magabiztos tartása. Itt is, mint egy király van, de ezúttal uralkodik a tűz eleme felett, jelenti a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, néha kicsit türelmetlen. És itt vannak az álmok, az elképzelések. Kell, hogy legyen meg a hite, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hisz benne, akkor ez a kép inkább olyan illúzióra utal. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Itt van az erő, vagy ő bebizonyítja magát, kimutatja az erejét, vagy te vagy erős, vagy te adsz erőt számára. Ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitet. És itt a csillagok szerencsét hoznak, de jelenti a bizalmat is, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ami a munkát, hivatást illeti, ez lehet egy spirituális terület is. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor ez a kép a te tartásodra utal, jelenleg visszahúzódó vagy, a múltban éltek csalódások, és félsz attól, hogy újra csalódás ér téged. De van jövő, legyen meg a bizalom, legyen meg ez a belső erő. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. A mesebeli kártyákat választottam. Itt látható, hogy közeledik hozzád, átnyújtja az érmét. Ez lehet egy anyagi segítség is, vagy kimutatja azt, hogy mennyire értékel téged, de átnyújtja a kelyhet is, és a kelyhely az jelenti az érzelmeket. Itt a nyilvánosság látható, és ő szeretné elérni azt, hogy mások észrevegyék őt, hiszen ő a király itt is, meg itt is, tehát megvan ez a fellépése.
és megvannak az elvárásai. Itt a kígyó lehet változás, lehetnek megújulások vagy gyógyító erő, de néha jelent egy hölgyet is, és bizonyot be kell bizonyítania magát, védenie magát, kimutatni a bátorságát. Lehet, hogy itt van egy támadás a hölgy részéről, ez lehet a volt társnője, az is lehet, hogy még benne van egy párkapcsolatban, de lehet valaki más is, például a családból. Itt az utak azt jelentik, hogy útban van hozzád. Jelenti a döntéseket is. Előfordulhat, hogy itt ez a kígyó, tehát egy hölgy még játszik egy szerepet az életében, emiatt vannak nálad még a könnyek, de döntéseket fog hozni, lezárja ezt a kapcsolatot. Megvan hozzá a bátorság. Itt látható a barátság, ami erőt ad számodra. A kutya lehet egy házi állat is, kutya, esetleg egy cica. Amit a kutya még jelent, az a hűség. Ott marad hűségesen melletted. Itt van a remény, hogy szerencse lesz, útban van hozzád, látható az utazás. Az is lehet, hogy tervez veled együtt egy utazást. Az ő jelenlegi helyzete. Itt látható egy levél, vagy ír neked, vagy vár arra, hogy te írj neki. Ez a levél, ez lehet egy szerződés is. És a te jelenlegi helyzeted. Itt a hold látható ugyanúgy, mint itt, ezek az álmok, a vágyok, az elképzelések, de jelentheti az anyukádat vagy anyai érzelmeket is. És itt középen van a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt betűkről van szó, és a régi írásmódról, az úgynevezett rovás írásról. A Z betűről van szó, és ez lehet egy helység, lehet valakinek a neve, vagy egy fogalom. Nekem helység nem jutott eszembe Z betűvel, de ha tudsz egy helységet, akkor örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. Viszont nevet azt tudok mondani, Zsóka, vagy Zsolt. Fogalom például zsák, vagy zsíros kenyér. És hogy neked mi jut eszedbe, melyik név, lehet például Zsuzsa, akkor írd le a kommentárba, köszönöm szépen. A régi írásmód itt van középen, ez egy életút, és itt kinyílik valami. Vannak lehetőségek, hiszen átnyújtja ezt az érmét, átnyújtja a kelyhet, és nyitott lesz közeledni hozzád, te adsz erőt számára, és lehet ez egy közös életút, és döntéseket fog hozni. És ez volt a felvétel. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, vagy egy másik jóslást. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!